Újabb járvány elleni intézkedések lépnek életbe. Faültetéssel ünnepelték Mexikó függetlenségének évfordulóját a Normafánál, és folytatódik a testnevelési egyetem fejlesztése. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Újabb 9 halálos áldozatot követelt a koronavírus járvány Magyarországon, a fertőzöttek száma pedig tovább emelkedett. A betegséget az elmúlt 24 órában 710 embernél mutatták ki. Az aktív fertőzöttek száma 10 000 fölé nőtt, jelenleg 10 280 fő. Most 328 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 21-en vannak lélegeztetőgépen. Újabb járványvédelmi intézkedéseket vezet be a kormány, hatósági áras lesz a koronavírus teszt. A tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, egészségügyi intézményekben és szociális intézményekben is kötelező lesz a maszkviselés. A szórakozóhelyek pedig 23 óráig tarthatnak nyitva. Hetek óta Magyarországon is folyamatosan emelkedik az új koronavírus fertőzöttek száma. A járványügyi szakemberek úgy vélik, hogy a második hullám valamikor december-január tájékán éri el a csúcspontját. A járvány második hullámával felkészültebben néz szembe az ország. Erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videóban. A miniszterelnök hangsúlyozta, az egészségügyet felkészítették. A kormány a védekezés érdekében új intézkedésekről döntött, a tavaszi időszak tapasztalataira alapozva. A kormány úgy döntött, fönntartja a beutazási korlátozásokat. Kötelezővé tesszük a maszk használatát a tömegközlekedés és az üzletek mellett, most már a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, ügyfélfogadási irodákban is. A teljes körű látogatási tilalmat fenntartjuk a kórházakban és az idős otthonokban. Október 1-től testhőmérséklet mérés után lehet belépni az iskolákba a diákoknak és a tanároknak, és csak nekik. A tesztek hatósági árát megállapítottuk, nem lehet semmilyen jogcímen sem lehet több pénzt, mint 19.500 forintot elkérni egy tesztért. És végül döntöttünk arról is, hogy a szórakozó helyeket este 11 órakor be kell zárni. A cél az idősek védelme, a betegek mielőbbi gyógyulása és az ország működőképességének fenntartása, fogalmazott a miniszterelnök. Az új szabályok betartását a rendőrség is ellenőrzi, a szabályszegők pedig bírságot kaphatnak. A szakemberek azt kérik, a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél hatósági házi karantént rendeltek el, azt szigorúan tartsák be. Bárki, akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse házi orvosát. Továbbra is megmarad a telefonos gyógyszer felírás lehetősége. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere közölte, ez sok százezer embernek nyújt kényelmes és biztonságos lehetőséget, ezért végleges marad. Így jelentősen csökkenthető a személyes találkozások száma. Vízvezeték csere kezdődik hétfőtől a 12. kerületben. A fejlesztés több ütemben valósul meg a Kis János Altábornagy utca, Törpe utca és Margaréta utca közötti szakaszán, valamint a Margaréta utca, Kis János Altábornagy utca és Németvölgyi út közötti részén. A beruházás célja, hogy a jövőben elkerüljék a csőtöréseket. A felújítás miatt forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az arra közlekedőknek. Rendhagyó módon ünnepelték Mexikó függetlenségének évfordulóját a Normafánál. Mexikó nagykövete és a 12. kerület polgármestere közösen ültetett fát a János hegyen. Bruno, a mexikói nagykövet kutyája is ünneplőbe öltözött, amikor gazdájával a Normafára látogatott. A latin-amerikai ország diplomáciai testületének vezetője már sokszor járta a főváros legnépszerűbb kirándulóhelyén, ám ez az alkalom más volt, mint a többi. Mexikó 210 esztendeje nyerte el függetlenségét, és ennek tiszteletére egy fát ültettek a libegő felső állomása közelében. Nagykövetségünk számára ez egy nagyon jó lehetőség, hogy ezt a fát elültethettük itt a 12. kerületben, ahol a mexikói diplomácia rezidenciája is található. Ezzel a kis ünneppel és a közös ültetéssel is szeretnénk megerősíteni a barátságot Mexikó és Magyarország között. Úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb formája a kapcsolatok elmélyítésének, hiszen ez a fa remélhetően hosszú időn keresztül itt fog állni ebben a parkban, és sok ember látja, illetve olvassa azt a
az üzenetet, amely népünkre és egyik legkiemelkedő politikusunkra, Benito Pablo Juárezre is emlékezteti majd. Ezt mondta a mexikói nagykövet. A közös faültetés ötletét a hegyvidék polgármestere is üdvözölte. Nagyon szívesen adunk helyt ennek a fának itt a normafa egyik kapujában, hogy mindazok az emberek, akik erre sétálnak és megállnak egy pillanatra, elolvassák ezt az idézetet, azoknak eszébe jusson, hogy a szabadság és a függetlenség milyen halatlanul nagy érték. Gondoljanak egy pillanatra azokra a népekre, akik Latin-Amerikában élnek, és akik a barátaink. A fa elültetését követően Pokorni Zoltán arról is beszélt, hogy a mexikói-magyar együttműködés, pontosabban a mexikói hegyvidéki kooperáció a közeljövőben több érdekes programot is jelent. Ez valamikor egy beton tér volt a lébegő földső végállomására, ma már rá sem lehet ismerni, hiszen zöld fű van ott, ahol korábban aszfalt meg beton volt. Fákat is ültettünk, de azért még elfér. És reményeink szerint lesznek követői. Kolumbia és Peru is már bejelentkezett, hogy itt Mexikó fája mellé, köré ők is szívesen ültetnének, szeretettel látjuk őket. Már csak azért is, mert ezek a nagykövetségek itt a hegyvidéken találtak otthonra, itt laknak, és nagyon tiszteletre méltó az, hogy nem úgy képzelik el az életet, hogy előkelő idegenként, a diplomáciai testület tagjaként elsuhannak a hegyvidéki utcákon a légkondicionált Mercedesükben, hanem erőfeszítéseket tesznek, hogy bekapcsolódjanak az itteni életbe, megismertessék a mexikói kultúrát, szokásokat, ünnepeket, mexikói filmművészetet. Ezeknek a hegyvidéki kulturális szalon lesz az otthona. Tehát ez a fa nem csak magában áll majd itt, hanem reményeink szerint a többi latin-amerikai nép is elülteti a maga fáját, és lesznek olyan kulturális programok, amik kiszélesítik ezt a kapcsolatot. Végül hadd idézzük a most elültetett kis fa tövében olvasható üzenetet, amelyet Benito Pablo Juárez, Mexikó legkiemelkedőbb reformátora mondott. Az egyének között, csak úgy, mint a nemzetek között, a béke a másik jogainak tiszteletben tartását jelenti. Folytatódik a Testnevelési Egyetem fejlesztése. A beruházások a Csörsz utcai és az Alkotás utcai részen egyszerre zajlanak majd. A néhány év híján 100 esztendős testnevelési egyetem életében 5 éve új korszak kezdődött. Az azt megelőző másfél évtizedben a Semmelweis Egyetem leányintézményeként nem történt fejlesztés a testkultúra fellegvárában, sőt a rendszerváltás óta most kapott lehetőséget először a testnevelő tanárok és a szakedzők képzési centruma. A TE 42 éve itt dolgozó rektorától megtudtuk, hogy az egyetemi és hajdani sportkórházi épületek nagy részét 6-ból 5-öt már felújítottak vagy újjáépítettek, és most következik az egyik legnagyobb falat, a régi kutatóintézet bontása és átépítése. Elindult a bontás, nem csak ezt az épületet, hanem óhalakba végig, majd a Kis János altábornok és a Győr úton megtörténik a régi épületek lebontása, csak a műemlékfaszádok és az egyes elemek maradnak meg. Itt elindul majd a sportági felületek kialakításának, tehát ugyanaz a funkciót kapja, mint eddig, gyakorlatilag kivéve itt ez a kutató épületet, mert abból is fedett atlétika pálya lesz, alatta egy nagyon komoly fedett parkolóhely föld alatti mélygarázs formájában. Uszoda megfelelő küzdősportoknak, torna, lőtérnek, gyakorlatilag férfinői, ahogy mondtam, tornák, labdajátékoknak, és sorolhatnám tovább, mind az egyetemi tanterve szükséges az alapképzéshez, tehát nem a extra képzéshez, az alapképzéshez szükséges sportfelületek alakulnak ki. Így a Csörsz utcai, amely a kerület legnagyobb sporttelepe, ennek a megújulásával és a benti területünknek egy minőségi egyetemi háttér alakul ki. Az eredeti tervek korábbi kivitelezéssel számoltak, ám a járvány és a versenyeztetés miatt csúszik a beruházás. Némi késésben vagyunk, sajnos a tervezések, az engedélyeztetések az elmúlt másfél évben, főként a közbeszerzési eljárások elhúzódtak, de ez manapság így szokott lenni. Valójában azt gondolom, hogy 24 és 30 hónapon belül kellene mind a két felületnek működnie és átadásra kerülnie. A 12. kerület építésügyi szabályzat szerint letisztázott, maga a bentőállomás magába foglaló megújítás a Csörsz Parknak, a Csörsz sporttelepünknek elindult, és azok az alapelvek alapján, amely
az előírásokban, mind elhelyezkedésben, mind négyzetméterben követve az előírásokat fog megépülni. A beruházás ellenágáló környékbeli lakók ellenállása is csökkenni látszik. Ehhez az itt élők kompromisszumkészsége is kellett, és az, hogy az egyetem több ponton is módosította az eredeti elképzeléseket. Megújult a belső parkunk, nagyon sok gyerek anyuka jár erre. A területen átjárnak a buszmegálló és az út közötti szabad átjárás biztosítunk az egyetem állami területén mindenkinek, és szerintem ezt honorálják. A másik dolog, volt olyan lakó, aki átjött és megszámolta telepített fák mennyiségét, és hát örömmel konstatálta, hogy a gondolataival ellentétesen jelentés több fát és nagyobb felületű lombozat fog rövidesen itt kialakulni. A Sörs utcai pálya ugyanilyen védetten bekerítésre kerül majd a sporttelep. A sportcsarnok a lehető legmesszebb kerül a lakóktól, egyébként a bejárás is pluszköltséggel a Bakcsomófont körül felől történik, tehát nem tereli a belső utcák terelését. Ez is egy kérés volt szerintem, amit korrekten teljesítettünk, ez 40-50 millióval tereli többen a büdzsét. Az egyetem rektora elmondta, hogy a még körülbelül 2 évig tartó beruházások után egy olyan világszínvonalú képzési központ jön létre, amely nem csak a testnevelő és edzőképzésnek, hanem az utánpótlás nevelésnek is meghatározó bázisa lesz. A mostani számítások szerint akár 55 ezer autóval is csökkenthető a belvárosi forgalom, ha a déli városrészben megépül a Galvani híd. Az átkelő terveiről néhány napja a látványvideót is közzétette a Budapesti Fejlesztési Központ. Az új híd kapcsolatot teremt Új-Buda-Csepel és Ferencváros között. Szeptember 29-éig az újdunahíd.hu oldalon bárki elmondhatja véleményét a tervezett beruházásról. Már csak néhány napig látogatható az a kiállítás, amely Botos Péter különleges üvegszobrait mutatja be az Ébülbudai Kreatív Házban. A tárlat a művész legfrissebb alkotásai közül válogat. Különleges formák és precíz kivitelezés jellemzi Botos Péter üvegszobrász nem mindennapi alkotásait. A nemzetközi szinten is elismert művész folyamatosan kísérletezik az anyagokkal, eljárásokkal és a geometrikus formákkal. Innovatív megoldásaival a műfaji határokat feszegeti. Botos Péter munkáiból most az Ébülbudai Kreatív Ház rendezett kiállítást. A tárlat az elmúlt 3 évben készült produktumokból válogat. Ezek a művek tökéletesek egyrészt az anyagukat tekintve, optikai üveget használ, kizárólagosan a magyar művészek közül, és külföldön is nagyon kevesen tudják és képesek ezt az anyagot megmunkálni, beszerezni, egyáltalán vállalni az ezzel járó fáradozást. Ugye ezek olyan üvegek, amelyek semmiféle zárványt nem tartalmaznak, alapvetően objektíveket készítenek hasonló üvegből, csillagászati távcsövekhez, vagy haditechnikai, vagy lézercélra használják. A másik, ezeknek a műveknek a megmunkálása olyan speciális szakértelmet, tudást követel, amiben Botos Péter élen jár. Botos Péter eredetileg szociológusként végzett, de már a 70-es évek óta foglalkozik üveggel. Az első időszakban használati tárgyakat készített, majd egyre inkább a fényhatások kezdték el foglalkoztatni, így születtek meg az első üvegplasztikái. Alkotásaiban a tér, az idő, a mozgás és a fény különös módon találkozik. Ez az utóbbi 3 év ez viszonylag gyorsult ebbe a tekintetbe. Mindig is kísérletező alkat voltam, de megjelentek olyan dolgok a világban, csak egy példát mondok, hogy új anyagok jelentek meg, például a dihtrolik üveg, ami egy ilyen színváltós, félig áteresztő tükör, és ezt én elkezdtem érvényesíteni a szobrokba, nagyon finoman, annélkül, hogy bármilyen elhajoljon olyan felé, ami már túlzás. Tehát például egy új anyag megjelenés volt. A Fényterek című kiállítás szeptember 20-áig ingyenesen látogatható. Ezen a hétvégén rendezik meg a kulturális örökség napjait. Nagyon sok olyan épületben vagy intézményben szerveznek majd sétákat, ahová máskor nem vagy csak nagyon ritkán lehet bejutni. A kezdeményezéshez többek között az Országos Színház Történeti Múzeum és az Óbudai Múzeum is csatlakozott, de az érdeklődők az újjáépített Királyi Lovardát vagy a Sándor Palotát is bejárhatják. Híradónkat honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n is visszanézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!